bicikli lámpa kinézetű, bicikli lámpa csábrázat, csábrázatú nagybatos egyébként újra jelentkezett, Dobrács Erné Petyim úgy bizony, de tiszteltetésem egyébként mindenki számára úgy bizony, a nagyba úgy be, nyilván, Dobrács Erné nagyba, mostanában nézegetek ilyen namarana csíd, ez csíd egyébként, csíd egyébként, és az egésznek a lényege, hogy ja, és Ice Toy, de közben bontok egy kis sört, ezt még fölírtam. De, ha. Jó kis, mindjárt mutatom egyébként, de ide is van egyébként nagyva, izéva, bojszátatva, nagyba arany korsó, és nagyba 5%-os, itten van, igen, de jól látom, 5%-os jó kis ser, de. Mondtak jó kis, tehát nos talán. Nazra. Nagy begyékét a bicikli pumpa fejű, úgy bizony a biciklit. Ő igen, fölírtam, de ősz kell egyébként nagyba tartom, így nagyba ez nedűt. Én csak kétféle okból iszok alkoholt. Melyin? Amikor szomjas vagyok, és amikor nem vagyok szomjas. Mondjuk egyébként az nagyon ritka, amikor nem vagyok szomjas, mert mindig szomjas vagyok, bazdmeg. Na nem ezzel húzom az időt, ez csak ilyen Bartos Csistván 2020, ez egy ilyen motto, idézet. Ha. No, tehát, nagyba egyébként a Frutyub-nál. Frutyubom, nagyba, van. Mostában én nem az ajánlott videókat nézem, és mert valaki mondta, hogy van, ez nem az én internetem, hanem az unoka ecsém, vagy meg az unoka húgyomi, én nem rendelkezek ilyen kapitalista dolgokkal, csak tehát ők töltsik fel a videót, segítenek egyébként nagyba tiszteletre méltó munkámban. Találkoztak a fiágok bizonyban, hogy néztem olyan csillagokat erről a paraszti világról. Fölül egyébként elkeserítje a jogán, hogy gyakorlatilag iparágak, szakmák haltak ki, bazd meg. Iparágak és szakmák haltak ki. Hova lettek nagyban? Föl is írtam. Például, igen. Tehát gyakorlatilag, ha próbálunk, a multi mindent egyébként bekebelezett, de például föl is írtam, és beszéltem is egyébként nagyban, az nem válog, az a baj egyik, mostában ezeket vállalkozónak hívják, miközben ezek kisiparosok voltak régebben. Például képkeretező, erre visszatérek el a dolog, cipész, de ez egy cipész, cipész, Schuster. Már se cipés sem ilyen. Cipész, Schuster, késköszörűs, vagy köszörűs, egyszerűen köszörűs. Női férfi szabó üveges, csak párat egyébként felsoroltam. Ezek kihaltak ezek a szakmák, bazd meg. És én néztem, mondom, be is lesz majd srinkülve, mindenki egyébként tesztet nézze. Paraszti világ, és nem most egy először maradjunk egyébként ennél a dolognál. Az egésznek a lényege, hogy... Tehát amíg máma már nem kisiparosoknak, és a legnagyobb, a leg, amit utálok egyébként szót, az a kis és nagy vállalkozó. Tehát nem azt mondja, hogy ő iparos, mert az a legjobb iparos, aki mindig italos, és mindig részeg. Már akkora izékat bolyszáltad. Na tehát, itt állom egyébként ezt a szót, hogy kis és nagy vállalkozó. A kis és nagy vállalkozó, az mit tudom én, bármivel egyébként csodálkozhat, tehát mit tudom én, mondjuk,
lakatos, vagy anyám picsája, stb. Vagy. Tehát bármi. Most csak eszembe jutott egy valami, hogy na ilyen van. És az a csinálgál, hogy szarér húgyér egyébként alkalmaz embereket, bazd meg. Szarér húgyér. Szarér húgyér alkalmaz. Na. De mondom, ezek ki, ilyen kihalóban lévő szakmák, tehát most átvette úgy, és egyébként hallgatok rá, tisztelt harcos Tibi, tényleg a koronagyufa az jobb, nem ilyen szírszar, a másik alig gyullad meg, bal meg. Na, tehát inkább akkor koronagyufát veszek, úgy van. Mert egyszerre már egyébként pattanik egy, mind a parancsolat. Mert persze el is az, na minden. Tehát az egésznek a lényege, hogy igen, és hogy tehát tényleg egyébként fölléptek ilyen szóval én még az én gyerekkoromban, 80-as években mondjuk voltak ilyen kisiparosok, akik még tényleg egyébként a ilyen idősebb generáció, és mit tudom én mondjuk, ő volt ilyen egy asztalos möster. Most már nincs ilyen bazd, mert tehát nincs olyan asztalos vagy faszont, hogy vá. Van, horribilis árakért természetesen egyébként egy képkeretezésnél egyébként már nézzük. Itten az utcán, nem bocsánat, Dinnyésen is a faluban volt egy, meg itten ahol lakok nem messzi, hát az utcába, az utca vége felé van egy képkeretező, és a jó múlt korjában egyébként az a kis reggel egyébként beszéltem. És ott egyébként, hogy mondom, hogy mi én az üzlet, mondom, Jóska bátyám. Azt mondja, hogy képkeretező, mondom, ezt ott a sehogy. De mondom, hogy. Úgy, hogy azt mondja, de, hogy gyakorlatilag ezek a multinacionalok, tehát azt mondta, hogy miért keresztetnek képet. Azt mondta, hogy ez már nem divat, tehát nem, nincs ilyen hogy esküvői képet, azt mondta, már minden digitális. Tehát nem úgy van, mint régebben, hogy egy fényképet mondjuk bekereteztetnek, és nagyon ritka. Azt mondta, hogy tehát, hogy alig van neki munkája. Jó, nyugdíj után így hobbiból csinálja, de annyit mondott, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy nincs rá már igény. Azt mondta, hogy bemennek, azt mondta, egy nagy csapit. Bemennek, azt mondta, egy ilyen kapitalista hőre, mit tudom én mondjuk, nagy áruházakba, stb. Ott azt mondta, hogy kiválasszák, amikor képkeret, ha egyáltalán képet kereteztek fényképnek, vagy bármit, és azt mondta, hogy ottan elintézik. A másik pedig len az, hogy ezek a kisiparosok azért hozzák kell egyébként, nem szörvesen egyébként tenni, hogy kegyetlen árakkal dolgoznak amúgy. Tehát kegyetlen árakkal. Mondom, anyám is annyit mondott, hogy ő csináltatott ennél a Jóska bátyónál egy valamit, mit tudom én, valamit be, nem tudom, mindegy, évekkel ezelőtt. Hát azt mondta, hogy jobban járt volna, inkább azt mondta, hogy bemegy, és akkor vagy múlt. Tehát egyszer föl, tehát azt mondta, nem érte meg, azt mondta, háromszoros díja, meg mit tudom én, meg az üveg, ezért mindent főszámút bazd meg. Na. Tehát, hogy tehát kegyetlen árakkal dolgoznak, viszont ilyen férfi, meg női szavok, meg stb. Régebben mondjuk falukba, apám mondjuk, az öreg apám csináltatott mondjuk egy bársony nadrágot, bársony kabátta, mondjuk apámnak, ilyen már nincs. Itt már átvette a kínai piac az egészet, tehát kínai botok, és tehát nem nincsen igény egyébként arra, ha meg van egyébként tényleg ilyesmi, hogy női vagy férfi szabó, horribilis árakkal dolgozik, bazd meg. Ez egy horribilis? P vitamin papír. Tehát gyakorlatilag ezeknek bazd meg egyébként kurva vastag ögonfogat ceruzájuk. Tehát elkérik azért a ízét. És mit akarok már?
mit akarok egyébként mondani, hogy egy sportcipőt, meg ráadásul ez a fogyasztói társadalom, és ez nagyon egyébként rosszul szól a dalom. Társadalom. Lom. És volt meg egyébként kurvára egy sportcipőt, azt nem kell egyébként egy suszterhő vinni. Azt használja, elrifüli mondjuk, ha jó minőségi, akkor fél évig, valamelyiknek leválik a talpa, stb. Jó, én megszoktam az ezeket tenni, meg én egyébként cipőt gyakorlatilag életemben talán egyszer, talán valami turkálóba, valami bőrcipőt. Az összes többit az vagy a kuka mellett találtam, vagy például a Csákos adott, a Nagy Ádám nagy hőszerkesztőm adott cipőt, és azt rongyulom. De máma ez nem divatba az meg, fogják, kidobják, olyan, mint az egyszer használatos borotva az meg. Tehát ilyen dolgok vannak, tehát gyakorlatilag itt nem arra megy rá a mai kapitalista fölgyorsult, hogy mondják ez, fogyasztói társadalomban, az meg nem arra mén egyébként rá, hogy te használd azt 10-20-30 évig, bazd meg. Ma arra megy rá, hogy minél többet profitáljon, tehát olyan ócska szarokat csináljanak, bazd meg, amit utána dobd el, és utána megvegyél a másikat. Tehát így, ez a körforgás, bazd meg. Ennyi. Igen. Na és azt mondom, hogy még akarok egy kis kerti munkát végezni, mert a körbe vagyok. És majd akkor ezt folytatom nagyba, ezt az alap témát, de a paraszti világgal, stb. Hogy ez gyakorlatilag igen. És tényleg ez a sajnálatos dolog. A másik pedig lenne az, nagyon sokan egyébként, akik tényleg egyébként ilyen szakemberek, azok meg kihúztak külföldre. Tehát elmentek külföldre ötszörös pénzért, tehát itt hagyták egyébként így soha viszontlátásra elhagyták a kis hazánkat. És kimentek nagyra vá. Jó, én ezt megértem persze, hát a pénz. Na, ennyit akartam egyelőre, aztán már még folytatom. Na, ez a. Egyelőre ennyi. Aztán majd még folytatom ezt a témát. Na, ennyi egyelőre, de konyhász, majd mondom egy pár percben még vissza akarok azokról a filmekre egyik. Ja, rég, állj! Piacom. Köszörűs. Nem koszorús, köszörűs. Nagyban volt egy öreg ember, legalább volt 80-90 éves, még gyerekkoromban egyébként nagybegyiket emlékszem, volt néki egy olyan szörkezetje, hogy a biciklivel hajtott valami faszom, tudja mit. Tehát nem úgy, hogy géppel ám, bazd meg, árammal, meg öreg anyámnak a rohadt mocskos redvás picsája, baba. Ő pörgette, forgatta a bicikli kereket, és azzal ilyen kés élező volt. Na, az sincs már, bazd meg. Ma ilyen sincs. Tehát egy csomó szakma kihalt, bazd meg. Meg ettet, egyébként átvették nagyba gépek. A rohadt szemét gépek, bazd meg. És a nagyba egy, na mindegy, majd ez egy következő téma, mert tényleg beüstelenik, aztán még akarok, mondom, dolgozgatni. Konyol. Nagyba egyébként itt a szobában. Nagyba egyébként így a szobából folytatom, maradj, eltellett azóta egyébként körülbelül 2 óra az előző csörvétel. Körülbelül 2 óra egyébként eltellett, így elbandikult egyébként 2 óra. Addig egy kicsit műveltem a kertet, stb. Iszogattam, nagyba is gondolkodtam, és még plusz!
Pár marha nagy csondolatot egyébként még összeízéltem, raktam, tehát borozgattam nagyba, jó kis vörösbor. Cigiztem és meg megittem azóta már egy kávét, de most lefőtt a második csadag kávé, tehát közben egyiket kávézok, és nagyba egyiket visszatérek marha nagy gondolataival. Lényeg. Tehát ahogy egyébként tartottam gatyamadzak kinéző gatyamadzak ottan tartottam basszáz meg, hogy tehát egy csomó ami omó csak miattam lett csomó, ez miattam lett egyébként csomó. Egy csomó szakma teljesen egyébként, de így már tehát kihalt. Például összeírtam egy-két pár dolgot, csak közben kávézok, mindjárt, de kávézök. Például meg kis fű, tehát fű. Tehát például kihalt az a szakma, hogy mondjuk, vagy nem, szakterület, vályogvető. Téglaégető, kosárfonó, hogy biztos egyébként, hogy kihagytam egy csomót. Például sokáig egyébként veszőbül, inkább mondjuk az öreganyám, az apai öreganyám, ő fonott egyébként nagyba, de még gyerekként egyébként visszaemlékszem egyébként, egy gyerek voltam. És ott, amikor nyaraltam így faluba egyébként náluk, úgy van. Emlékszem egyébként rája, hogy így kosarat fonott, na. Már se tudják egyébként, hogy az mi. Az se, hogy állj! Vannak egyébként még ezek az emberek. Nem igaz egyébként, hogy nincsenek. Csak már úgy hívják, hogy meg hát ugye ez most a vicc része lesz, tehát kihalt például az a szakma is, hogy vonatkerékpumpáló. És az is kihalt az a szakma, hogy sivatagba favágó. Na mindjárt megnézem egyébként. Hey! Na. És az a csinálják, hogy vannak még ezek a szakterületek amúgy. De az már kiváltságos. Tehát úgy értve a kiváltság, hogy mit tudom én, tehát például sokáért ezt már úgy hívják egyébként, hogy ilyen kirakódó vásárokban még lehet, hogy egyébként vannak ilyenek, vagy mit tudom én, és akkor nézi egyébként nagyban a nép, hogy jé, hát ilyen még van, tehát talán egy városi patkányban, meg de a falusi, nem, egyébként én laktam falun. Dinnyés is egyébként már egy ilyen Mühlmájer falu lett. Ugye hozzákapcsolták az üdülő faluhó, vagy üdülő kisvároshoz, Gárdonyhó, mindjárt csak a kávét megnézem, de hát na, pohara, hogy kávé. Most főtt le nemrégiben olyan 5 pörce. Körülbelül 10. Mert még, egy, hát még meleg, langyos. És nagyban egyébként, de hát ez jó kis főzött, ilyen jó kis felkete. De. Úgy bizony. De. És az egésznek a lényege, hogy már egy adagot egyébként így elcirádázta. Még egy gözülög. Gözülög. És nagyba küldött egyébként nékem, de a Bönce, csak mondta egyébként, hogy nem mondjam egyébként ki a nevezetjét, tehát egy Bönce, Cement a Böce neve. Küldött egyébként nékem plusz kávékat, amit én be is mutattam, hogy
Csomagbontás, Csákváron zsíványa. Ilyeneket is küldözgeted, de most így nem tudom, hogy látszik a testébe. Öröztögi, pöröztögi! Sodacság, hogy ezt én bévalom egyébként csőszintén, ez ugye cappuccino. Ezt vízbe szokták föloldani. Én megmondom egyébként csőszintén, amikor van úgy, hogy négyet ötöt megiszok, és egyszer nem érzek semmit. Tehát nincs olyan kevés koffeinnel van egyébként megadományozva ez a Nescafé, hogy semmit nem érzek, bazd meg. Tehát én nem vízzel iszom, tisztölt bönce, tisztölt cement, aki nagyba küldte ezt a cappuccinot, ja, hanem főzött, kotyogós, fekete kávéba, és szépen, tehát akkor már dupla csofein, de nagyba egy ággal megkeverem, és mivel már este le, tehát este van, este babám, este! Este. Nagyba kristálycukraját, tehát kristálycukrot ilyenkor mindig egyébként teszek így hozzá. Esti kávézgatás, borozgatás, gondolatok. Kis cukrajával. Bővítani a hapő. Na, akkor egy kis kávézgatás. Na, tehát, hogy kihaltak tényleg. Az meg egyébként, hogy kertművelés, például, hogy kertművelés, meg földművelés, meg stb. Hát nagyba, ugye, az ugye. Tehát ilyen, hogy mit tudom én mondjuk, kertnívelés. Nagyba egyébként én beszélgettem egyik, és na, ezért ajánlom azt a csidejót, be is lesz csinkülve. Nagyon jó csidejó, de egyben elszomorító. Arról szól az a cím, hogy öregek. Meg van egyébként egy olyan, hogy mindjárt csak egy kis borda, ezzel. Van egy olyan Dr. Olá Imre filmjei. Azt hiszem, hogy ez is egyébként közöttük vacerászkodik. Tehát az egésznek a csenge, ottan egyébként ilyen bélszámulók vannak, hogy paraszt emberek, ilyen paraszt bácsi, meg mit tudom, mondja egyébként, hogy hát a mai fiatalok, és ez olyan 20, nem tudom, hogy hány, azt hiszem, hogy 20 évvel ezelőtti film, de és mondja egyébként nagyba azt adá, hogy bizony azt mondja, hogy egyszer nincsen azt mondta, hogy utánpótlás. Tehát nincsen utánpótlás. Tehát egyszer egyébként, és itten van az egyik szociális, meg a dinnyésen is egyébként ez nagyba van. Egyébként így, akik szomszédok voltak ilyen fiatal gyerekek, hát nálamnál, mit olyan 88-ban született, vagy 87-ben, vagy 90, nem tudom. Tehát egy jó tízessel egyébként idősebb voltam náluk. És azok is egyébként, én le voltam döbben, vagy faluhelyen mondom, bazd meg egyébként Dínyés City-be, bazd meg, mondom, parlagon mondom, füvet nyírnak, nem termőnek mondom, bazd meg, és falun. Azt mondja egyébként, nagyban ékem egyébként a szomszéd azt, hogy basszátok már! Azt mondta, hogy mi a fasznak, azt mondta, mondja nékem, mert ugye én Batos Csaba István vagyok, valaki csabizik, valaki pistizik, általában csabizik, ők pistiztek. Most mindegy. Mondta egyébként, hogy pifti, de ez pifti, 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 pifti. És ott egyébként nékem azt mondta, hogy mi a fasznak, azt mondta, mert mondta neki, hogy mondom, ott van, mondom, ez a kurva nagy kertetek, mondom, bazd meg. Nem, hát mondom, szégyen, mondom, bazd meg, hogy mondom, miért nem mivelitek, megmondom. Azt mondta, hogy egy, nincs rá idejük. Kettő, azt mondta, hogy ő míg bármibe egyébként belekap, hogy mondjuk vet, vagy mondjuk borsót, vagy bármi.
Vett mondjuk borsót, vagy bármi. De, azt mondta, hogy azzal rengeteg macera van. Öntözni kell, mert ugye kutyuk nincsen, a csaprul öntözik. Ágyin. Dvá. Kapálni, gyomlálni, stb. El megvenni a magot. Kapálni, kasz, öntözni, stb. Azt mondta, hogy ő addig fogja magát, bazd meg, bent dolgozik itt Székletfehérváron, valamely gyárban, mondta ez az asszony. S annyit mondod, bazd meg, hogy az alatt időelbaszás, ő szerinte időelbaszás, azt mondta, hogy bemegy hazafelé a valamelyik kapitalista csáruházba, de ő azt mondta, hogy megveszi a ízét. A borsót mondjuk azt mondta, hogy ő 500 forintért azt mondta egy kilót. És azt mondta, hogy akkor nem ő ízét szüttyög, műtyög vele, stb. De azt mondta, hogy akkor nem szüttyög, műtyög vele, azt mondta, hogy megveszi, azt mondta nagyba a borsót, és azt mondta, hogy akkor ennyi, 500 forint, mind azt mondta, hogy locsúni a csapra, vízdíj, tehát így összeszámolta, amit mondta neki, hogy mondom, így is mondom, lehet mondom gondolkozni, aztán mondom, nyír oda a füvet. Hát azt mondta, hogy igen, de. Na most, fiatalok meg, beszélgettem egyébként egy szomszéd asszony, ez már több éves történet, lehet, hogy már el is mesetem, de. És most jöttem úgy, hogy hát annyit mondott, hogy nagyba a fia is, meg a jánya is, ők már az én korosztályban 40 és 50 között vannak, tehát 40 valamennyi, 43 vagy nem tudom mennyi a fia. Azt mondta egyébként, hogy anyám mondta a szomszédasszonyomnak, valamelliknek. Azt mondta, hogy mi a fasznak, azt mondta, bazd meg, azt mondta, mi a fasznak foglalkozok, bazd meg, azt mondta a kerte. Azt mondta, hogy kimegyek, megveszem bármelyik bevásárló csőszpontnak az zöldséges izéjébe. Azt mondta, hogy ő nem fog baszakodni, bazd meg, azt mondja, az izéval, bazd meg a vetése, kapálása, stb. Ez kiment a divadul, és pont egyébként ez a film, bazd meg, arról szól úgy bizony, de, hogy pontosan egyébként, hogy ezek a mai fiatalok, stb. Tehát erre már szarnak. Tehát ez már ez egy elmúlott dolog. De állj! Azért hozzá kell egyébként ám szörvesen amúgy egyébként tenni úgy bizony, dául, hogy azért van egyébként ezekbe az idősebb korosztályba, tehát anyám, apámnak a korosztály. Nagyban egyébként azért huncut dolog ez, mert nagyban egyébként a kocshengeres faszom! De ez is kocshengeres faszom! Faszom! De. Az én apám, bazd meg, az megtanított ilyen kerti munkákra. Ők meg valahogy, tehát apáról fiúra szállt nem csak az alkoholizmus, mert ugye a nagyapámra, tehát déd nagyapám is hívott például, de azt nem ismerhettem. 60-as években halt meg, de elég jó kort ért meg, a jó 83 évet megélt úgy, hogy az egész életét átitta, átdohányozta az egész életét, az meg gyerekkorától. Egyetlen egy volt egyébként az, hogy apám mesélte, mindig nyugodt, tehát mindig az ott, hogy nyugodt volt, mindig. És szart a világra, tehát leszart mindent, fosott mindenre magasul. Na és az, tehát engemet egyébként nagyva, gyakorlatilag apám megtanult, hogy na fiam, hogy működik nagyba, tehát a főd minkára, na, már szégyen egyébként egy az, hogyha valaki, tehát szégyennek érzik egyébként az, hogy ők mondjuk fiatalon kertet műveljenek. Nem tudom, hogy miért. Én is egyébként megmondom köszönöm, hogy és igen, egyébként itt tartunk, tehát ottan tartunk, bazd meg egyébként, ahol a part szakad. És én is egyébként, bazd meg egyébként elhatároztam azt, hogy öréted az iszony, hogy a baszát! Hogy igenis, hogy lehet, hogy kiváltom az őstermelőit, mert ezek az őstermelők,
Ezek. És akkor bevetem a... De nem biztos, de ott van Csmarkaz. Most is egyébként Markazra fogunk menni szombaton a regi fiamékkal. Ott van, azt telivetem, a nagyon jó főd van. És mert ezek az emberek, bazd meg, azt mondják, hogy bio. Hamuhá vitaminik üzem, tá? Na be. Ilyen bio cuccokért, bazd meg, kegyetlen összegeket, bazd meg, egyébként elkérnek. Tehát olyan összegeket kérnek el, hogy, mert azt mondják, hogy bio. És nagyba ilyenkor, hogy bio, hogy nem permetezik, stb. Papír P vitamin, de? De? Papír vitamin. Kegyetlen összegeket elkérnek, na van. Én is gondolkodok egyébként, hogy ilyen őstermelői, te egyébként kiállítok ilyen őstermelői igazolvány. Vagy kimegyek Dinnyérse, az meg az összedű tanyába ellakok tavassza, a közben a kertet meg mivel, na de bőző. Tehát az egésznek a csinálja. Na itt tartunk, ennyi. Gyakorlatilag a béka picsája alatt. Mennyit akartam. Na zá, na zá, ugye? Ennyi jutott egyébként szembe. Konyász, úgy mondom. Mondom, szombaton meg Markazra megyünk. A fém kunyhóba. De ez fék, hogy viszok még ők iba? Na zá, ugye? Konyász, te van.